A tárogató is megszólalt a Béri Balog Ádám tiszteletére rendezett ünnepségen, a feltételezett elfogásának helyszínén, a közismert szilfa tövében. Béri Balog Ádámra emlékezünk, a Béri Balog Ádám fánál. Ennek apropója, hogy Bognár Cecil Gyula, aki egyesületi tagunk, az ő kezdeményezésére elindult egy csodálatos munka körülbelül fél évvel ezelőtt, és hatalmas összefogással a polgármesteri hivatal, az önkormányzatok, mondhatnám, mert Szakcsól kedve Szekszárdig több önkormányzat is részt vesz ebben a munkában, és civil szervezetekkel, magánemberekkel összefogva megújult a Béri Balog fa környéke. Agyományok szerint itt ezen a helyen, ahol most állunk, fogták el Béri Balogot, valahol itt a környéken történt ez meg, és 1711. február 6-án Béri Balog Ádám meghalt. És ennek következtében az egyesület nagyon fontosnak tartotta azt, hogy február 6-án, amikor az ő halálévfordulója van, illetve szeptember 2-án megemlékezzünk Béri Balogról. Béri Balognak az egyik leghíresebb csatája, a szabadságharc utolsó diadalmas csatája, a kölesdi csata pedig szeptember 2-án volt. Ma ezt a napot tartjuk gyakorlatilag. Az első szobor 1931-ben került a nevezetes helyre, mely a széleskörű összefogásnak köszönhetően mára már a Béri Balog Ádám Emlékpark nevet viseli. Egy nagyon szép táblát is készítettünk, hogyha valaki erre jár, errefelé biciklizik, autóval erre megy, meg tudjon állni. Köszönet annak a nagyon-nagyon sok segítőnek, aki ebben a munkában részt vett. Másokat emlegettem, Bognár Cecilt, aki összefogta a munkásokat, összefogta a csoportokat, és tényleg ma egy egyedülálló dolog történt itt Szekszárdon, azt gondolom. Szekszárd megyei jogú város képviselete is kifejezte tiszteletét az eseményen. A közös tett, cselekedet mindig példa valamennyünk számára, példa Béri Balog Ádám hűségessége, példa az emlékezők összefogása. Én mindkettő előtt meghajtom a fejemet. Az emlékpark tervezői, építői igyekezték mindazt a szellemiséget átvinni a térelemekbe, amik az akkori korszakot jellemezték. Meghatódva állok itt. Azt gondolom, hogy egy ilyen esemény, ami szolgálja a várost, az itt élő embereket, ami nevelő szándékú, ami a szabadságért van, amit Béri Balog Ádám üzeneteként itt van most ebben a márványlapban, vagy a kövek, amit mögötte állnak, amik demonstrálják azt az erőt, azt a szabadság utáni vágyat. Szinte érzem, hogy a kövekben is ott van a kurucoknak a lelke, ide költözött. Tehát azt kerestük ezekkel a kövekkel is, hogy hogyan lehetne ezt az egészet még védelem alá tenni. Aki befelé vagy kifelé megy a városból, vagy aki kerékpárral erre jár, itt megállhat, leülhet, megpihenhet, magába szívhatja azt az ízt, azt a szenvedést, amit a magyar történelem diktált nekünk valamiért, valakik miatt természetesen. Én azt gondolom, hogy ebben minden benne van. Benne van a szabadság, benne van az erőfeszítésünk, benne van a jövő küzdelme, és az mind, hogy ne adjuk fel. A park teljes mértékben megújult, így már biztosan látogatható emlékhely lett. Ott az út szélén volt ez az emlékhely, ahol mennek az autók, körülbelül egy méterre kifelé a táblával. Ott nem tudott senki megállni. Találkoztam olyan emberrel, hogy ez hogy került ide. Hát mondom, itt volt már 90 év óta, ő 40 éve lakik, ezt ő nem látta. Tehát megszondáztuk ezt a várost is. Nem tudjuk, hogy ki volt az a Béri Balog Ádám. A Rákóczi szabadságáról szinte semmit. Az iskolában a diákok tárogatóról nem hallottak. Nem a tanárnőnek a bűne, hanem azért, aki szerkesztette az énekkönyvet, és amikor tanítja, ha tanítja a Csinomparkot, vagy a Te vagy a legény tyúkodi pajtás, vagy a Helybercsényi bezerédi dalokat az énekkönyvből, a 6.-7. osztályos anyagba, akkor nincs mellette, hogy ez egy tárogató. Az egész országra vonatkozik, hogy a gyerekek nem ismerik magát a szót, amit az egész világ minden zenésze tárogatónak hív, mert ez egy ősi magyar hangszer. És képzeljük el, hogy mi lenne, ha
ennek az üzenetnek elérnék az iskolapadokba. Ez az én szülőföldem, ez az én hazám. Nos, ez az üzenete a Rákóczi Szabadságharcnak. Ez az üzenete Béri Balog Ádámnak, aki egyetlen volt. Képzeljétek el, hogy 30 ezer holt földet ígértek neki, hogy visszakapja a rangját. Ő volt az egyetlen, aki köszöni, ezt nem fogadja el, és tovább harcolt ellenük, és ezért itt aztán elfogták, a túlerőt már nem tudták legyőzni, és ezt az üzenetet mindenkinek hordoznia kell. Tehát a magyar történelmünk ezen 1708-ban megtörtént eseménye még egyszer megtörténik 1848-ban, és ezért a tárogatónak, ahogy fogalmaztam, szólnia kell.